gyermekünk születésekor ugye a legfontosabb az, hogy egészséges legyen, azonban születést követően vannak olyan apró betegségek, amik mondjuk nem súlyosak, de igazából hátráltatják a folyamatos növekedést. Dr. Bécsi itt a gyermekorvossal fogunk erről beszélgetni, hogy mik ezek a betegségek, amik ugye közvetlenül csecsemőkorban jelentkeznek, nem feltétlenül súlyosak, de kell rájuk vigyázni. Jó reggelt. Jó reggelt! Hát igazából nem is betegségeket említenék, hanem inkább állapotokat, amik az újszülöttekre jellemzőek. Én például tudom a saját gyermekemmel kapcsolatban, hogy nem közvetlenül a születés után, de teljérzékeny volt, és olyan picik kis pöttyök voltak, és úgy megijedtem egyik pillanatról a másikra, hogy azonnal rohadtunk az nagyon orvoshoz. Ijesztő tud lenni, mert akkor vért láthatunk a székletben, és ekkor kezdünk el arra gondolni, hogy valami nagy baj van, és utána csak kiderül, hogy egy ilyen táplálékérzékenységről van szó, de ez későbbiekben, tehát ez amikor már hazavittük a kis csecsemőt az otthonunkba, ezzel akkor szembesülünk. Vannak olyan állapotok, amik rögtön a szülőszobán megtörténnek, és bizonyos anyukákat nagyon megrémisztenek, mert nem kaphatják meg a gyerekeiket. Mik lehetnek rögtön ezek például? Ugye a kisbabák, amikor megszületnek, hozzá kell szokniuk az új élethez, ezt úgy hívják, hogy adaptáció, és ennek vannak kritériumai, hogy hogyan kellene lezajlani ahhoz, hogy a kisbabát az életre késznek mondhassuk. Meg kell tanulnia neki enni, az azt jelenti, hát először is levegőt venni, aztán utána szopni, enni, tehát hogy levegőt venni, szívni, nyelni. Ez egy nagyon komoly feladat egy kicsi baba számára, egyáltalán nem evidens, hogy ezt meg tudják csinálni. Ugye ennek ösztönből el kell, hogy induljon. Igen, de mi van, ez nem belük indulál? Van. Inkább azt mondanám, hogy igen, vannak esetek, amikor a légzés egy kicsit nehezített lehet. Például császármetszéssel világra jött gyermekek esetén, ugye ahogyan a természetes szülés kapcsán ott a szülő mozgásoknak megfelelően gyakorlatilag kipréselődik egy kisgyermek születés tüdejéből a víz. Ez a császáros babáknál nem történik meg, és elképzelhető, hogy nekik egy kicsit nehezebb lesz az első pár légvétel. Emiatt egy kicsit elhúzódóbb az a folyamat, hogy ők anyukához kerülhessenek. Milyen gyakran alakulhatnak ki ezek a nem súlyos, hanem ezek az átmeneti kis betegségek? Ezek nagyon gyakori állapotok tulajdonképpen, de szerencsére ez 3 nap alatt lezajlik, tehát gyakorlatilag az anyuka ezt nem fogja utána nagyon észlelni, hogyha valóban ezekről a kis változásokról. Van olyan állapot, ugye azt mondta, hogy ne betegségről beszéljünk, hanem állapotról. Igen. Van olyan állapot, amit mondjuk az anyuka nem vesz észre? Csak mondjuk a védőnő, vagy az orvos? Van, például a csípőjüket megnézzük a kisbabáknak, ezt az orvos a szülészeten is megcsinálja, ez a vizsgálatnak a része. Én emlékszem, mert nekem ez elég drasztikusnak tűnt a kislányommal kapcsolatban, úgy tekergették, mint igen, hogy egy ronybaba lenne. Hát gyakorlatilag van egy ilyen mozdulat, ami úgy néz ki, mint egy kis békának, így ki kell így fordítani a kis combcsontjukat, így megfogni a feneküket, és így kifordítani. Ezzel azt nézzük tulajdonképpen, hogy a csípője kattog-e, ki tudjuk-e mozdítani a combcsontot a csípőízületből. Ez a későbbiekben arra lesz majd informatív, hogy 4-6 hetes kor között kell egy csípőszűrés vizsgálatot megismételni, és akkor, hogyha problémát találnak, akkor ezzel foglalkozni kell. Doktornő, mi az az élettani sárgaság? Mert én már láttam olyat, hogy egy pici babát, akit meglátogattam, én egy picit, de én nem tudtam, hogy ilyen színe lehet, és én megijedtem, és úgy mondtam édesanyámnak, hogy úristen, ez a babának olyan fura színe van. És mondták, hogy ez teljesen természetes. Igen, az élettani sárgaság az a nevéből is fakadóan, ez természetes folyamat, minden babát elér. Ez általában a születést követő 3. napon, 4. napon indul be. Gyakorlatilag abból ered, hogy az újszülöttre más típusú vérsejtek jellemzőek, vörös vérsejtek, amelyek odakint már nem szükségesek, ezek elpusztulnak, és az anyag, ami felszabadul, az okozza ezt a színt. Na most a babáknál, ahogy ők is érnek az életre, a szerveik is érnek az életre, és a májuk is, amely ebben a lebontásban szerepet játszik, és emiatt, mivel még éretlen, felhalmozódik ez az anyag, és ez okozza ezt a jellegzetes bőrszínt. Rengeteg szülő stresszel például azon, hogyha a gyermeke alultáplált, ugye ő megtesz mindent, mindent tényleg elkövet, igen, és mégsem eszik a csecsemő. Ilyenkor azért sok esetben látjuk, hogy az édesanyja talán sokkal jobban pánikol, mint mondjuk az orvos vagy a védőnő. Igen, ez egy tipikus, itt tulajdonképpen az anyukákra egy olyan magatartás jellemző, hogy számolnak, mindent számolnak, a szopás mennyiségét, a gyereket percenként mérlegre teszik, eleget szopott-e, eleget nem. Van egy-két szabály, amit hogyha figyelünk, akkor megnyugtató az anyukáknak. Persze ezt ugye minden egyes anyukának saját maga kell... Mik ezek
mondjuk, a szabályok egyébként? Például a kisbabának ahhoz, hogy ő az életre alkalmas lehessen, székletet kell ürítenie az első 24 órában. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez nem történik meg, akkor... Ez akkor... hogy lehet? Bocsát, ez, mert csak ezt szeretném megérteni, mert én arra emlékszem, hogy például az első 24 órában az én gyermekem nem is evett, vagy nem is adták oda etetésre. Császárra hát szültünk. Nem jó? Az enyém biztos, hogy nem evett az első 24 órában. Azóta ennél többet eszik. Gyakorlatilag... De hát akkor mégsem volt semmi gond, tehát ez ilyen jól modellezhető. Én emlékszem például, ez egy nagyon jó információ szerintem. A kisbabának a de méhen az, belül... De ilyenkor egyébként? Az a neve, hogy mekónium. Ez egy ilyen sötétzöld tapadós anyag, ez a gyermekek belében, a kis csecsemet, a magzatok és a kisbabák, méhen belüli kisbabák belében lévő bélszurok, ami sötét zöld, és ez elhalt hámsejtekből, meg egyebekből áll, amit ő azért ott így nyeldes, miközben az anya méhében úszkál. És ennek ki kell jönnie. Ezt követően jelentkezik az első anyateljes széklet, mert feltételezésem szerint anyatejjel táplálják a gyermeket. Most ennek meg kell történnie, hogyha nem ürül ki a beléből ez, akkor ott számtalan egyéb problémára lehet gondolni, amiket ki kell vizsgálni. Ki az, aki figyel erre? Ön szerint? Az édesanyák, akik megkapják a gyermeket. Szerintem az édesanyák erre nincsenek felkészítve. Nekem ez teljesen kiesett a memóriámból, és szerintem én egy nagyon felkészült, majdnem édesanya voltam. Hát szerintem ösztönösen minden édesanya agyában az, hogy kakil, pisil, eszik, iszik, ezek a főszabályok, ezek egy életen át elkísérnek minket. Különben átmeneti jelenségek, ugye nem betegségek, ahogy említett, az édesanyáknál is kialakulhatnak szülés után? Mert mint ő rájuk jellemző. Így van, igen, igen. Hát nagyon gyakran igen, ugye ez a ijedelem, ami gyakran pánik alakulhat az édesanyáknál, ez nagyon gyakori, de nagyon egyszerű magyarázata van. A terhesség során nagyon sok hormonhatás éri az ember lányát, és azok a hormonok, azok nagyon magas szinten vannak a szervezetben jelen végig a terhességben, amelyek azt elősegítik, és abba szerepet játszanak. Na most, amikor kiürül a méhlepény, mert főleg ez az, ami ezeket a hormonokat termeli, egyszerűen így elvágják, és nincs több hormon. És a hölgyek idegrendszere korábban hozzászokott ez a magas állapothoz, és ezt követően elvágják. Tehát ez egy megvonási tünet, és gyakorlatilag minden ilyen hevesebb érzelmi lekció. Na most férfiként lekció. Akkor tudom, hogy ön gyermekorvos, de férfiként ezt hogy kezeljük? Türelemmel. Hát igen, türelem, meg igazából az édesapákat szerintem be kell vonni, tehát őket informálni kell, el kell mondani nekik, hogy mi történik, mert szerintem ők nagyon partnerek. Nekünk mindig azt mondták, hogy olyan gyönyörű dolog a szülés, és maga a gyermekszületés, az már igen, de amíg odáig eljutunk, az a vajúdás, az a 8-10 óra, vagy nem tudom, hölgyeknél mennyi. És az utána első hónap. És az utána első. És az első fél év. A első hazaérkezés, és az első év. Hogy az... Ne haragudj, én ezt nem tudom, te benn voltál a szülés alatt? Hogy ne lettem, miért? Csak én voltam benne, nem is volt bent senki más, én vezettem le. Nem, a miénk császárral volt, de bent lehettem. Uh-huh. Bent lehettem. Tehát gyakorlatilag én nekem az a tapasztalatom, hogyha az apukákat az elejétől kezdve a család egység részeként tekintjük, és beavatjuk őket abba, hogy mi történik, miért van rájuk szükség, mivel segítenek, ők nagyon-nagyon partnerek, és hogyha nincs információ, akkor az apuka is pánikol, csak az másképp néz ki, mint egy anyuka esetében. Én azt érzékeltem egyébként, hogy bármit, amit mondott az orvos, hogy a védőnő, az én párom, a Pamela nem arra figyelt, hanem rám. Tehát én végül is a védőnőnek a mondatait ismételtem, de igazából rám figyelt. Tehát sokkal fontosabb szereplője voltam ott. Egy ösztönös dolog szerintem. Hogy az én két gyermekem születésemnél is, én természetes úton szültem, ott volt a férjem, jelen volt, és nagyon jó, hogy ott volt. És természetesen én a barátnőmnél szültem, tehát nekem még egy ilyen jó élmény is volt az egész pluszba, de akkor is őre figyeltem ugyanúgy, mert ő volt a biztonsági pont, igen, és a biztonsági igen. Pont. Hát ez, hát akkor... igen, ehhez te most többet tudtál hozzászólni, én csak így figyeltem is az információt. De majd egyszer a te időd is eljön, majd 30 pluszosan meglátjuk. Dr. Bérces Ritát hívhatják egészet a 30-as 55-93-99-es telefonszámon, és akkor a műsor végén pedig visszavárjuk, hívják nyugodtan és bátran. Köszönöm.